Ez itt, ha úgy tetszik, az Erzsébet park bejárata, a Kossuth híd és a Mindszenty tér felől. Ezért van itt Erzsébet királyné bronzszobra is. Azt hiszem buli van. Az Erzsébet park felé tartva bekukkantunk a prímási palota kertjébe. Az épület 1882 környékén épült. Ó, még sosem néztem be innen. És azt látom, hogy éppen felújítják az átelemben lévő szárnyat. Lehet, hogy itt az ideje, nem tudom. Innen viszont nagyon szép, amit látok. Ma Esztergomba jöttünk megint az Erzsébet parkba. Eredetileg gyerekprogramon veszünk részt, ott a fűzfa alatt. A gyerekek ott játszanak, én pedig egy kicsit körülnézek az Erzsébet parkban. Kellemes szellő fújdogál ezen a szép nyári napon, úgyhogy körülnézünk itt egy kicsit. Elsőként a játszótéren akadt meg a szemem, amely egyre rosszabb állapotban van. Ami viszont itt nagy örömömre szolgált, az a felnőtt edzőpark elkészülte. Sajnos azonban már ez sem az igazi, vagy a használattól, vagy a vandálok keze nyomán. Ez is kezd szétesni. Itt található a Duna mentén az 1990-ben megépített biciklisút. Eredetileg egészen Pilismarótig akarták vinni, sajnos azonban csak Búbánat völgyig jutott az építkezés. Az Erzsébet park eredetileg nem így nézett ki. Csak a II. Világháborút követően töltötték fel ezt a területet. Előtte cölöperőd volt itt, melyel az esztergomi vár védelmét oldották meg. A cölöperőd miatt ugyanis itt nehézkes volt a kikötés az ellenséges hajók számára, melyek esetleg a Duna felől tudtak támadni. Itt éltek továbbá akkoriban a molnárok, hajósok, tutajosok szintén. Most pedig mindezek helyén közparkot találunk, ahol nagyon szeretünk sétálni. És itt a kosárlabdapályán kosarazni. Arra pedig sétálhatunk és biciklizhetünk egészen a Búbánatba. Ez a kőfal itt, mely végig az Erzsébet parkot szegélyezi, középkori várfal maradványa. Valaha itt, ennek a tövében folyt állítólag a Duna, mielőtt feltöltötték ezt a területet, gondolom. Ott a messzeségben
fák takarásában az egykori dzsámi tornyát, torony maradványát láthatjuk. Oda is be fogunk térni, mert érdekes számunkra, és szeretnék róla mesélni. Itt az Erzsébet parkból ezen a feljárón juthatunk tovább, egy szinttel feljebb, és innen közelíthetjük meg a macska lépcsőt is, mely a bazilikához vezet minket. Megyünk tovább, itt az egykori várfal által jelölt nyomvonalon, és közben elmondom azt is, hogy magasabb volt ez ám, csak a feltöltés miatt körülbelül az egyharmada ennek a várfalnak a föld felszíne alá került, úgyhogy ennyi látszik ki belőle. Ó, ott van egy kis fülke. Jelenleg ülőfülkeként funkcionál, nem tudom, hogy ezt mostanában alakították ki, vagy korábban, minden esetre nagyon édes. Bejöttünk ide a dzsámi kávézó teraszára, és ezt a táblát vizslatom éppen, mely szerint a maga a dzsámi a 17. században épült, és 2007-ben lett felújítva. Na erre már én is emlékszem. Mit csapogott? Víz. Ó, bent az udvaron van ám malom, meg kút. Azt is meg kéne nézni. De most igazából egy táblát keresünk, melyet Szulejmán 1543-as győzelme emlékére állítottak, és török nyelvű. Ez a török nyelvű kőtábla azért van itt, mert ezen a ponton hatoltak be Szulejmán szultán csapatai a várba 1543-ban. Nos, állítólag ez itt Európa legészakabbra fekvő török dzsámia, mármint volt egykor, és az előbb bemutatott török nyelvű tábla valóban az, amit kerestünk. És megtaláltuk a malomkereket is. Ezeket a falakat sem régen tárták fel. Valaha. Úgy 10 évvel ezelőtt még ki se látszottak a földből. És 2007-től működik a dzsámi, már ami maradt belőle, múzeumként, kiállító térként és kávézóként is. Eljutottunk ide a Sobieski emlékműig. Ez a szobor Sobieski János lengyel királynak állít emléket, aki így győzedelmeskedett oda át a Párkányi csatában. Az emlékmű viszont itt van.
1996-ban készült az emléktábla. Gondolom a szobor is. Elsétáltunk ide, az Erzsébet park sarkába. Itt vagyunk a bazilika alatt, a dzsámi mellett, és itt kell megmutatnom a malombástyát, amely állítólag egy nagyon jól védhető bástya volt. Itt aztán nem tudott senki betámadni. Lőrések. Mögötte pedig egy udvar és a malom. És még arra is vannak frissen feltárt középkori falak, romok, amiket az előbb már megmutattam közelebbről. Na, tehát malombástya a dzsámi szomszédságában. Itt vagyunk most, és fagyizunk.